Erőszakkal foglalták el az állami köztelevíziót Lengyelországban a Donald Tusk vezette lengyel kormányhivatalba lépése után. A Nemzeti Média Tanács tagja az ügyel kapcsolatban az M1 híradójának azt nyilatkozta, a kommunizmus óta nem volt példa arra, hogy a televízió több csatornájának adását leállították volna. Szakértők szerint a közmédia politikai alapú átalakítása a globalista baloldali hálózathoz Soros György nevéhez köthető. A lengyel média tanács egyik tagja az emeidnek arra utalt, az uniós politikusok a migrációs paktum elfogadásáért cserébe hunyhatnak szemet a lengyel köztelevízióban zajló tisztogatás felett. Elemzés következik. Stefan Zoltán és vendégünk folytatja. Köszönöm szépen, Áron. Jó reggelt kívánok a nézőknek, és jó reggelt kívánok mai első vendégemnek, aki a Századvég Közéleti Tudásközpont vezető elemzője, Palóc André. Jó reggelt kívánok, a nézőket. A legfrissebb hírek arról szólnak, hogy akár előrehozott választás is lehet emiatt az ügy miatt. A magyar nemzet írta arról a minap, hogy nem írta alá az elnök a költségvetést. A lengyel alkotmány szerint azonban január végéig el kell fogadni, különben az államfő jogot szerez arra, hogy előrehozott választást írjon ki. Vajon ez a forgatókönyv szerepelt Donald Tusk féle új kormány előtt? A valódi kérdés valóban az, amire ön is utalít, hogy uh, okozhat -e ez nagyobb politikai instabilitást, akár előrehozott választásokat, hiszen a költségvetéshez kötött a finanszírozás jelenlegi formában a közmédiának, és mivel visszadobta az elnök uh, uh, ezt a költségvetési tervezetet, ezzel együttesen, az is veszélybe kerül, hogyha nem sikerül megállapodni, akkor valóban akár joga, jogi lehetősége megvan rá, hogyha odáig elmegy, akár fel is oszlathatja a parlamentet, hiszen akkor az egész ország működésére egy veszélyt jelent, hogyha nincs elfogadott költségvetés. Tűnhet úgy, hogy tuszkék nem gondolták talán, hogy ekkora ügy lesz ebből, illetőleg nem gondolták, hogy nem sikerül ezt pár nap alatt nekik végigvinni. Lehet, hogy politikai értelemben elkalkulálták ezt az egészet. Amit az érdekes kérdés az lehet, hogy valóban politikailag meddig fut tovább ez az ügy, mert megpróbálják ezt egy jogtechnikai ügyé lejjebb vinni, de az látszik, hogy a lengyel közbeszédet ez gyakorlatilag minden nap most már tematizálja. Az is napokban derült ki, hogy, az, hogy a kulturális és örökségvédelmi miniszter a lengyel közmédia felszámolásáról döntött. Ő azt mondta, hogy Andrzej Duda elnök úrnak a saját költségvetési javaslata miatt kellett ezt a döntést meghoznia. És ebből is látszik az, amire már az imént ön utalt, hogy az elnök és a miniszterelnök, illetve a kabinett tagjai között azért éleződik a feszültség. Ez mit vetít előre a lengyel belpolitikában? Meddig lehet ezt húzni? Az látszik, hogy megosztottság van, az is látszik, hogy éles a szembenállás, és külön érdekes kérdés lesz az, hogyha visszadobja az elnök a, a, ezt, akkor az alkotmánybírósággal esetleg mit látunk majd megvalósulni. Többen azt feltételezik, hogy ha alkotmányos aggájával kerül ez vissza, hiszen ugye az elnök azt is kifogásolja, hogy alkotmányellenes volt, ahogy a kulturális miniszter eljárt akkor valóban fönnállt annak a kérdése, hogy az egész kormányzatnak az alapja meg tud nogni, hiszen nyilvánvaló egy kormány, ami úgy kezdi a munkáját, a TUSZ kormányról lévén itt szó, hogy rögtön alkotmányba ütköző lépéseket tesz, az nyilvánvalóan okozhat politikai, mondjuk úgy, hogy instabilitást. Itt szerintem a nagyobb kérdés valóban az lehet, hogy Lengyelországban ezt a megosztottságot mennyire látjuk majd tovább menni, vagy sikerül-e valahogy békét teremteni. Most inkább úgy tűnik, hogy a megosztottság fele hajlik ez. Mi okozza ezt a sietséget? A sajtóbeszámolók arról szóltak eddig, hogy ellentmondást nem tűrően hajtják végre, ahogyan sokan fogalmaznak a statáriális intézkedéseket. Könnyen el lehet képzelni, hogy pont az volt az elképzelés, persze nem látunk a fejükbe. A, az új kormány vagy az új vezetés tagjainak, hogyha gyorsan végigviszik, és erővel gyakorlatilag ellentmondást nem tören próbálják meg ezt a politikai alapú váltást véghez vinni, akkor talán hamar túl is lesznek rajta. Nem valószínű hogy számítottak ekkor ellenállásra, és arra sem, hogy a politikán túl Gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a lengyel társadalom sem uh, teljesen áll a dolog mögött, sőt, igencsak megosztotta a lengyel társadalom is ebben a kérdésben. Érdekesek voltak a nemzetközi reakciók, főleg az Európai Unió vezetői részéről. Igen. Annak fényében, hogy a lengyel alkotmány 54. cikke a cenzúra minden formáját elutasítja. Vár a Jurova uniós értékekért felelős biztos, aki egyébként az elmúlt években nagyítóval figyelte a lengyel és a magyar jogállamisági kérdéseket is, közönnyel fogadta a folyamatokat. Úgy fogalmazott, hogy ő ezt most nem kommentálja. Miért? Hát Miért nem betűdött föl benne? Csak az aggája annak, hogy ez a cikke is Én azt javaslom, hogy ne legyünk naivak, azért lehetett látni már az elmúlt években, hogy van egyfajta a kettős mérce, hogy akkor beszél a brüsszeli vezetés különböző mondjuk úgy, a jogi aggályokról, vagy jogállamisági kérdésekről, amikor a számára, vagy az ő politikai nézeteivel adott esetben határozottabban fellépő kormányzatokról van szó. Ilyen volt a korábbi, a PIS vezette lengyel kabinet, vagy ilyen hazánk kormánya. Minden más esetben pedig úgy tűnik, hogy hallgatnak, és hirtelen hátrébb lépnek, mint egy Gyakorlatilag elfogad, vagy ez rendben van? Itt ugye cenzúráról van szó, ők azt mondják, hogy itt nincs szó cenzúráról, de készült egy új médiatörvény is az Európai Unióban, amely viszont mindenféle nyomásgyakorlást is kizár a lehetőségek közül. Ez vajon miért nem merül fel, hogy ez nyomásgyakorlás? Én szeretném mindenkit emlékeztetni arra, hogy egy dolog, hogy mi van leírva a. a jog szerint az EU-s szabályzatokban. Úgy tűnik, hogy a brüsszeli vezetés inkább politikailag szokott cselekedni, vagy éppen úgy dönteni, hogy nem cselekszik. És pont ez, ami gyakorlatilag az elszomorító, hogy akkor, amikor valami egyértelműen és világosan mondjuk úgy, hogy az EU-s szabályokkal is szembe megy, és hát józan észre is felfogható, hogy nem teljesen helyén való, akkor is hallgatnak, hogyha szerintük ez politikai érdekeiknek megfelelő. Donald Tusk kormányzata azt mondja, hogy az átalakítás szükséges, hova tovább propagandistákat kell eltávolítani. De itt olyan emberekről is szó van, akik 20-30 éve dolgoznak annál a televíziónál. A, egyértelműen látszik, hogy most gyakorlatilag egyfajta a, a kassa elvel megpróbálnak mindenkit az útból, ha úgy tetszik, eltávolítani, aki szerintük nem jó. Hogy ennek milyen elveik vannak, az nyilvánvalóan teljesen vitatható. Szerintem a dolog mégiscsak abban rejlik, hogy itt azt kell fölfogni, azt kell látni hogy olyan emberek is elvesztik itt a munkájukat, akik akár 10-15-20 év ott dolgoznak, és gyakorlatilag egyik napról a másikra a megélhetésük és az egész karrierjük, gyakorlatilag a tört. Még egy percünk van hátra a műsorból, de kérem beszéljünk arról Igen. is, hogy itt a jogállamisági aggályokat az alapozza meg, hogy olyan embereket is leváltanának a pozíciójukból, amelyeknél kétharmados többség le lenne szükség a törvényhozásban. És hasonló gondolatok megjelentek Magyarországon is a tavalyi országgyűlési választások előtt hogy feles többséggel kellene majd alaptörvényt változtatni. Dobrev Klára és Márkizai Péter is erről beszélt, és a mögöttük álló csapat is ezt többször hangsúlyozta. Uh ez mire utalhat, hogy ez nem csak Lengyelországban, hanem például Magyarországon is már megjelent ez a gondolat? Nagyon szomorú dolog, amikor azt lehet látni a liberális jogásztársadalom vagy megszólók részéről, hogy ők azok, akik leginkább szembe mennek egy-egy alkotmányos berendezkedésnek a működését, egy-egy alkotmányos rendszer elfogadását. Ugye itt arról van szó, hogy lényegében hatályon kívül helyezne az ő gondolkodásuk minden alkotmányos berendezkedést és szabályt. Szerintem ez önmagában is aggasztó, mert fejlő arra a figyelmet, hogy ilyenkor gyakorlatilag pont azok, akik jogi sérelmekről szoktak beszélni, azok halandóak a legmesszebb menőkig azokat megszegni. Palóc André-nak köszönöm szépen, hogy itt volt és hogy mindenről beszélhettünk. Köszönöm a meghívást.